A kormány tagjából a kormány bírálójává változott Tudor Eltadér volt igazságügyi miniszter, akinek azért kellett távozni a posztjából, mert a PSZD vezetősége a szemére vetette, hogy nem látta most a időben a kabinet elé kerülő jogszabálytervezeteket. Míg hivatali ideje során Tadér tartózkodott a párt bírálatától, leváltása után lerántotta a leplet arról, hogy miként működött a kormánygépezet az igazságügyi sürgősségi rendeletek kapcsán. Az igazságügyi minisztérium azért nem véleményezte a büntető törvénykönyvet, valamint a perrendtartási törvénykönyvet módosító sürgősségi rendeletek tervezetét, mert nem a saját szakemberei dolgozták ki azokat. Ezt állítja Tudor Eltadér volt szaktárcavezető egy Facebook bejegyzésben. A szociáldemokrata pártban kegyvesztetté vált és ezért leváltott jogtudós szerint ezek az elképzelések, idézzük, más elmélkedő központokban születtek. Eltadér szerint semmi sem indokolta, hogy a kormány sürgősségi rendelettel fogadja el ezeket a módosításokat. A kormányprogramban előírtak teljesítésének a szükségessége nem lehet ok sürgősségi rendelet kiadására, mint ahogyan a kedvezőbb jogi megoldások elfogadása sem, például az elévülési határidők csökkentése, bizonyos büntettek büntethetőségének a megszüntetése, vagy a szabadlábra helyezés igénylése előtt kötelezően letöltendő büntetés időszakának a lerövidítése, írta a miniszter. Eltadér az alkotmánybírósági joggyakorlatára hivatkozva azt is nyomatékosítja, hogy a kormány nem adhat ki sürgősségi rendeletet úgy, hogy gyakorlatilag átveszi egy parlamenti jóváhagyásra váró törvénytervezet szövegét. A volt tárcavezető ezzel gyakorlatilag az ellenzék, valamint a kormány brüsszeli bírálóinak az álláspontját erősíti meg, akik szerint a szociáldemokrata párt belső jogászkörei a pártelnök Liviu Dragnea büntetőjogi ügyeihez köthető érdekből erőltették a rendeletek kibocsátását.